Lakossági fórumra érkeztek az emberek Hajdúszoboszón szeptember 14-én. Bodó Sándor vendége dr. Hoppá Péter, kultúráért felelős államtitkár volt, aki a közelgő népszavazás kapcsán a bevándorlás kérdéskörét kormányzati szempontból járta végig. A megjelenteket a térség országgyűlési képviselője köszöntötte. Tisztelettel köszöntöm dr. Hoppá Péter államtitkár urat, képviselőtársamat, kedves vendégünket, a mai nap előadóját, tulajdonképpen hangulatfelelősét. Ő az, aki kormányzati szempontból, az ők látószögükből el fogják tudni mondani, vagy el fogja tudni mondani, mit és hogyan is lát a magyar kormányzat ezzel a fontos kérdéssel kapcsolatban. És hát tisztelettel köszöntöm természetesen a másik oldal, polgármestereinket, önkormányzati képviselőiket, csoportelnökeinket, és hát minden kedves látogatót, intézményvezetőket, civil szervezetek vezetőit, egyházak képviselőit. A felsorolásból is látszik, hogy szinte teljes a kör, de hát egy ilyen fontos téma, egy ilyen fontos döntés, ami előtt állunk, teljesen természetessé is teszi, hogy minél többen és minél több helyről jöjjünk össze. Ez egy olyan találkozási lehetőség, esély és felelősség, ami mellett nyilvánvalóan nem mehetünk el szó nélkül, és tényleg mindenkihez, vagy nagyon sok mindenkihez eljutott már annak a híre, hogy most, ahogy a nyári sportvilágban elhangzott sokszor, helyzet van. Helyzet van, és nem is egyszerű a helyzet, hiszen ha belegondolunk, hogy mi a mostani magyar külpolitikának a tétje, mi a mostani magyar politikának, belpolitikának is a tétje, és hát konkrétan milyen lehetőség és felelősség a népszavazáson való részvétel és döntés, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy ez a széleskörű érdeklődés és ez a hatalmas felelősség, amit most ránk ruházott a sors, ez mindenképpen arra késztet bennünket, hogy minél többen véleményt cseréljünk, el tudjuk mondani egymásnak, hogy mi és miért történik. Dr. Hoppá Péter elsőként egy történelmi visszatekintést adott, hangsúlyozva a magyarok több évszázados szerepvállalását, a megvívott harcait. Itt, a Hajdúk földjén nem egy új keletű kihívás megvédeni az országot, a kultúránkat, hiszen a bocskai szabadságharcban az akkori honvédők legnagyobb erejét a Hajdúk adták. A magyar értékvállalás és a magyar hősiesség mögöttünk hagyott 5 évszázada már számos alkalommal megvédte azt a kulturális integritást, azt az identitást, amire büszkék vagyunk, és aminek a fundamentumán állunk, és a gyermekeinknek, unokáinknak ezt adjuk tovább örökül. Azt szeretnénk a mostani szavazással elérni, hogyha újra sajnos Nándorfehérvár védőiként, és újra Zrínyivel együtt Szigetvár védőiként 450 év, 500 év után is megint a magyarság mondaná meg, és a magyarság állítaná meg Európa veszedelmét. Ha mi mondhatnánk meg azt, hogy eddig és ne tovább. Ha mi mondhatnánk el azt végre Európának, hogy ébredjen fel csipkerózsak álmából, mert ez a veszedelembe vezető út, amin most ők járnak. És hát meg kell védenünk Magyarországot, és meg kell védenünk azt a kultúrát, amiben mindannyian gyökerezünk, és ami mindannyiunknak a szülő otthont jelentette, az anyanyelvet, és rajta keresztül persze a keresztény Európa kultúráját. 2015-ben 1,5 millió ember áramlott be Európába, az elmúlt évszázadokban ilyen mértékű népvándorlás nem volt tapasztalható a kontinensen. Államtitkár úr a kötelező betelepítés példátlan megoldási javaslatnak titulálta. Ez a kvóta ügy, amit ugye Brüsszelben találtak ki, a bevándorlók kötelező szétosztása a tagállamok között, ez nyilvánvaló példátlan megoldási javaslat. Mi azt mondjuk magyarok, akik az említett szabadságküzdelmeinkben pont azért küzdöttünk, hogy ne a fejünk fölött mondják meg, se a Habsburgok, se a Szovjetunió központjában, Moszkvában, sem pedig másutt Isztambulban az oszmán törökök, hogy mi történjen ebben az országban. Mi azért küzdöttünk és vérünket ontottuk, eleink tették ezt, hogy ezt soha többé ne tegyék meg velünk. És abban bíztunk, hogy a 56-os áldozatok, hősök vére az előre nekünk, mi számunkra elkészítette a rendszerváltozást, és a rendszerváltás után már nem kell soha a saját integritásunkért megküzdeni. De sajnos eljött ez az idő 26 évvel a rendszerváltozás után, hogy mégiscsak megint
ott állunk, hogy valahol egy külső entitásban, egy külső távoli politikai központban, ezúttal Brüsszelben, nem Moszkvában, meg Bécsben, próbálják megmondani, hogy mi történjen Magyarországon. Mi kikérjük magunknak ezt az álláspontot, mi kikérjük magunknak, hogy egy másik ország fővárosában olyan politikusok, akik esetleg sosem jártak Magyarországon, olyan intézkedéseket erőszakoljanak ránk, amely intézkedések következtében évtizedekre, vagy akár évszázadnyi távolságban meghatározzuk, hogy milyen lesz a magyar társadalom, milyen lesz Magyarország. A brüsszeli intézkedésekre reagálva a magyar kormány úgy döntött, hogy kormányzati álláspontként kezdeményezi a kényszerbetelepítés elleni népszavazás megtartását, mely a legerősebb demokratikus eszköz. Hoppál Péter úgy fogalmazott, Brüsszel hamis érveket sorakoztat fel a kvóta csomag mellett. Brüsszel tel is tele van hamis érvekkel. Három olyan mondatot gyűjtöttünk ki, amik önmagukban is kiverik a biztosítékot. Azt állítják Brüsszelben, hogy a betelepítésre a munkaerőhiány miatt van szükség. Tehát, hogy jöjjenek bérmunkások. Aha, csak azt felejtik el Brüsszelben, hogy 22 millió ember van munkanélkül a most nehéz gazdasági helyzetben lévő nyugat-európai, meg dél-európai országokban. 22 millió életerős, képzett, zömében fiatal munkaerő várja, hogy integrálják a munka a piacról a munkaerő világába. Hát akkor mi a fenének is gondolkozik Brüsszel azon, hogy teljesen kívülről, teljesen más szocializációs környezetből, egészen más kultúrából, akikről már tudjuk, hogy nem integrálódnak, hanem egy különálló társadalmi szegmens képeznek, és egy párhuzamos társadalmi jön létre, és már a városrészeikbe be sem lehet menni, mert úgynevezett no-go övezetek jönnek létre, nem menj be, azt mondják, már a rendőr sem megy be. A jövő a multikulturális társadalomé, hangzott el egy további hamis brüsszeli érv, mely cáfolatára államtitkár úr példákat sorakoztatott fel. Az eddigi tapasztalatok alapján az Európába érkező bevándorlók nem akarnak integrálódni az európai társadalomba, kulturális szakadék tátong, mely főként vallási alapokon nyugszik. A bevándorlás nem függ össze a terrorizmussal, mondta el Hoppál Péter az utolsó érvet, melyet elmondása szerint a nyári terrorcselekmények szintén megcáfolnak. A kényszerbetelepítés helyett úgy döntött Magyarország, mint ahogy a gazdaságpolitikában is külön utat választottunk, hogy mi megvédjük a határainkat. Azért döntöttünk helyesen akkor is, hogyha üvöltöttek, kiabáltak, kígyott békát ránk, mert hogy ez volt a kötelezettségünk. Ezt írtuk alá, amikor beléptünk az Európai Unióba, és amikor a schengeni szerződéshez csatlakoztunk, mi magyarok. Azt írtuk alá, hogy megvédjük a határainkat. És könyörgöm, ha 10.500 ember jön naponta a zöld határon, akkor hogy a fenébe tudjuk megvédeni és teljesíteni máshogy a nemzetközi szerződéseinket, hanem úgy, hogy szeretjük, nem szeretjük, de visszaépítjük azt a kerítést, ami egyébként korábban is ott volt. Amikor lebontottuk, bocsánat, mi bontottuk le a kerítést, mi magyarok. Mi döntöttünk úgy, hogy Európában elsőként a vasfüggönyt lebontjuk, mert az a szabadságunk gátjában van. De most mi a helyzet? Most ugyancsak mi magyarok, ugyancsak egy rendszerváltó erő, ugyanaz az erő, aki annak idején harcolt a kerítésbontásért, mi építettük együtt föl a kerítést, mert most a szabadságunk védelmét szolgálja a kerítés. Előadása végéhez közeledve államtitkár úr úgy fogalmazott, a népszavazás nemzeti ügy, melynek tétje az, hogy meg tudjuk-e védeni közösségeinket és kultúránkat. A népszavazás nemzeti ügy, a népszavazás nemzeti sorskérdés, a népszavazás a jövőnkről szól, arról szól, hogy valóban mi lesz a gyermekeink és unokáink Magyarországán, hogy kell-e félnünk, kell-e tartanunk attól, hogy ez a migrációs következmény és a kvóta által hozott következmény, ez tönkreteszi az országunk jövőjét és elveszejti a kultúránkat, vagy pedig megállt tudunk parancsolni ennek a dolognak, nem figyelünk oda a brüsszeli őrült mondatokra, a hazai ellenzék és baloldal teljesen hibás és más indítatástól vezérelt mondataira, hanem nyugodtan, békésen, nagy erőt felmutatva mindenkit elviszünk a népszavazásra, és elmondjuk a véleményünket. Erős egységbe áll Magyarország, és egy nagy
népszavazási eredménnyel 50%-ot meghaladó, nagyban meghaladó mértékben megállt parancsolunk ennek a nagy bajnak és nagy őrületnek. A kérdések és hozzászólások után Bodó Sándor országgyűlési képviselő a személyes találkozások fontosságát hangsúlyozta, hiszen az ilyen és ehhez hasonló lakossági fórumok remek lehetőséget kínálnak a visszacsatolásra. Nagyon fontos a személyes találkozás. Természetesen a televízióban, rádióban, illetve a média felületeken nagyon sok hirdetés jelenik meg, de hogy annak van egy olyan hátrány, hogy nincs visszacsatolás. Tehát amikor a rádióban, televízióban nyilatkoznak politikusok, elmondják a véleményüket, de sajnos mi akkor nem halljuk, és hát nyilván a kollégáim sem hallják, hogy mit gondolnak erről a választópolgárok, Magyarország lakói. Ezeknek a fórumoknak pontosan az a lényege, hogy lehessen kérdezni, egyéni véleményt mondani, példát mondani, és nyilván nem föltétlen kell egyetérteni, mert nem az a kívánság. Nyugodtan lehet kritikát is megfogalmazni, ki gondolja így, ki gondolja másképpen. Tehát ez a választókkal való közvetlen találkozás. Én ezt egy nagyon fontos dolognak tartom, és megmondom őszintén, hogy a politikai tevékenységemet talán ezt a részt élvezem a legjobban. Nagyon sok kollega azt mondja, hogy jó, találkozunk a választókkal. Persze, de ezt nem így kell megközelíteni, hanem de jó, találkozunk a választókkal. És hát azt gondolom, hogy ezt teszi legitimmé a munkánkat. Tehát nyilván itt mi is nagyon sokat tanulunk, akár a hivatalos hozzászólásokban, akár az rendezvény előtti, akár a rendezvény utáni beszélgetésekből. Tehát ez nekem mindig nagy muníciót ad, és hát remélem, hogy mi is tudtunk új információt közvetíteni a megjelentek felé. Dr. Hoppá Péter elmondta, országjárást tartanak annak érdekében, hogy minél több településen lehetőség nyíljon a személyes találkozásra, a kényszerbetelepítésről való nyílt beszédre. Országjárást tartunk ebben a témakörben valóban. A kormány tagjai, képviselői, miniszterek és államtitkárok, valamint a parlamenti frakciónknak a fontos képviselői beülünk az autóba, és ilyenkor legalább 5 helyszínre ellátogatunk Magyarországon, és ezen kívül mindenki a saját választók körzetében, kerületében is számos fórumot tart. Fontosnak tartjuk, hogy ilyenkor akár emberfeletti kilométer számban is, de elmenjünk minden olyan minden olyan közösségbe, ahol tudunk munícióval szolgálni, hiszen az emberekben ott feszül ez a kérdés, naponta előttünk vannak a frissebb és frissebb hírek ebben a tekintetben, hogy mi történik a migráció kapcsán, látjuk az európai híreket, láttuk a terrorizmus sújtotta övezeteket, láttuk a migrációs nyomást a dél-európai térségekben, láttuk a határunkon történt eseményeket, tehát úgy érezzük, hogy ez a történet velünk történik, és mivel érintettek vagyunk, mivel Magyarországon át suhant 750 ezer ember, mivel itt voltak a keleti pályaudvaron azok, akik később Párizsban vagy Brüsszelben robbantások és merényleteket követtek el, terrorcselekményeket, ezért úgy érezzük, hogy sajnos nagyon közel van hozzánk a veszély, itt van a határainkon. Megfogtuk őket, de nem biztos, hogyha ezt a kvóta gondolatot nem tudjuk megállítani ugyanígy, Brüsszel szándékát, akkor nem leszünk áldozatai ennek a kérdésnek. A Hajdúszoboszlói Fórum egyik főbb elemeként Hoppá Péter a keresztény kultúra és a bevándorlók kultúrája közti különbségről beszélt. Erre tért ki Bodó Sándor kameránk előtt is. Nem akarok sarkítani, de akár a nőkkel való kapcsolattartás egészen más az ő világukban és egészen más Európában. Tehát ezek olyan fontos, lényeges dolgok, amelyeket ilyen szinten ebben a körben is meg kell beszélni. Ugyanígy a táplálkozási szokások. Tehát amikor valaki segítségre szorul és elfogad, nyújtanak fel egy segítő kezet, és ő pedig azt mondja, hogy nem, ő ezt nem fogadja el, mert hát én értem, hogy valamilyen szinten a vallástudata erre készteti, de Európában mégiscsak ez a rend. Itt fogyasztunk sertéshúst. És akkor most mi fog következni? Az összes sertésnek vége, mert megérkeznek ők, és innentől fogva át kell alakuljon a magyar gasztronómia. Tehát olyan sarkalatos kérdések jönnek elő, amire azt gondolom, hogy nem lehet olyan választ adni, hogy majd szépen összecsiszolódunk. Itt nem erről van szó. Itt ez az együttműködés, ez a segítésben nyilván meg kell, hogy nyilvánuljon. Ahogy államtitkár is elmondta, azokban a veszélyeztetett térségekben nagyon sok magyar katona szolgál. Mindig felkészítik az ottani népeket.
felkészítik az ottani katonaságot, egészségügyi segítséget adunk, iskolát működtetünk, kórházba berendezést szállítunk. De nyilvánvalóan azt nem lehet elvárni, hogy a baj ide jöjjön. Hát ezt nem lehet, a baj ott van, azt lehetőleg ott kell megoldani. Nem csak nekünk, maguknak is aktívan közreműködni kell. Nem az a megoldás, hogy a vállamra csapom a hátizsákot, és akkor elindulok Európába, mert itt majd normatív alapon jár a szociális segély. Hát ez így nem fog működni. Október 2-ához közeledve a további teendőkről is esett néhány szó. Személyes feladatot vállalhatunk, mindenki a saját ismeretségi körében hangsúlyozza ennek az ügynek a fontosságát. Mindössze 10 perc elmenni és leadni a szavazatunkat, de 10 percet veszthetünk, de egy életet nyerhetünk meg, hogyha jól állunk hozzá ez a kérdéshez. A gyerekeink és az unokáink jövőjét nyerhetjük meg, viszont hogyha elveszítjük a 10 percet, vagy a 10 perc érdekében nem megyünk el szavazni, akkor elveszíthetjük a jövőnket. Azt gondolom, hogy a saját kezünkben van a jövőnk. Hajrá Magyarország, mindenki menjen el választ, menjen el szavazni, és mondja el a véleményét október 2-án. Nagyon sok információt kell megosztanunk egymással, nagyon sok embernek kell mondani, hogy miről is van szó, és hát azt is, hogy milyennek a jelentősége a jövőre vonatkozóan. A vendégek választáson, ugye itt a kulturális összehasonlítás, amit már említettem, próbáltam a fő motívumnak beállítani, Püspök Ladányban pedig Percnél dr. Gár Ildikót várjuk jövő hét csütörtökön 17 órától, és az ő felirányuló kérésem pedig az volt, hogy az Európai Unión belül hogyan és miképpen látják ezt a helyzetet. Mert nyilván azt azért tudjuk, hogy ők sem egységesek, de az Európai Unión belül is azért egyre többen mondják azt, hogy azért az a jó, amit Magyarország végzett ebben az ügyben, az a jó, hogy Magyarország megvédi a határait, és már részben Európa határait is ezáltal. Tehát ott pedig ez lenne a fő vonal a beszélgetésünk során. Számtalan aspektusa van ennek a dolognak, szerintem mindenki hozzá tud tenni egyet története, és szerintem így a jó, így kerek a világunk. Szeptember 22-én Püspökladányban Pászné dr. Gál Ildikó lesz egy lakossági fórum vendége. Az október 2-ai népszavazás kérdése így szól. Akarja-e, hogy az Európai Unió az országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését? A kényszerbetelepítésről szóló népszavazás célja, hogy tegyük világossá, csak mi, magyarok dönthetünk arról, kiket fogadunk be az országba, és kiket nem.